a kötet, amiben a Sirályt megismerhetik a középiskolások, többek között például az Európa Könyvkiadónak a kiadványa, ami Csehov műveket tartalmaz, abban egy 1950-ben készült fordítás olvasható. Annak a fordításnak az alapján azt gondoltuk, hogy ideje lenne frissíteni, tömöríteni, sűríteni a szöveget, mert afölött azért már eljárt az idő, hiszen 70 évvel ezelőtt készült, és ezáltal egy sokkal feszesebb tempójú, sűrűbb ritmusú előadás születik, aminek itt látható is a díszlete a háttérben, ami megidézi azt a kort, amikor 125 évvel ezelőtt Csehov a saját birtokán elkezdte írni a Sirályt, viszont azáltal, hogy egy picit a filmes világból, Wes Anderson filmrendező világából egyfajta harsányságot, színességet belopunk ebbe az előadásba, azáltal az egész valahogy sokkal több életerőt tartalmaz, sokkal több energiát, sokkal intenzívebben szólhat meg a kész előadás. Hát ez a stég, ez eléggé komoly szerepet játszik majd az előadásban. Annyit elárulok, hogy egy ilyen előadás az előadásban szituációban fogok ezen itt végig lejteni. Ez egy kulcsfontosságú kellékem, és dramaturgiai szempontból is nagyon-nagyon fontos. Mikor ezzel a medállal megyek be a színpadra, akkor van az egyik olyan pillanat, amikor a legjobban izgulok. Főpróba héten derül neki, hogy mi az, amit nem tudunk, mi az, amivel le vagyunk maradva, vagy mi az, ami még föltétlen szükséges ahhoz, hogy ebből legyen valami pénteken. Ha megnézzük darabba játszó személyeket, gyakorlatilag senkinek a sorsa nem pozitív irányban tolódik el, vagy nem arra fordul. És hát ezeket borzasztó izgalmas játszani. Amikor én ezt először olvastam, 17 éves koromban, már akkor nagyon tetszett. Tehát Csehov nem tudott hibázni egyszerűen. Egy ilyen tükör nekünk, aminek semmi nem tudja érvényét veszteni. Azért mondom, hogy jöjjenek és nézzék, mert csoda az egész.